Intellektualitás, visszafogottság, ugyanakkor tapintható érzelemvilág jellemzi ezt a költészetet. A dadogás, mint tartalom és stílus elem meglehetősen rendhagyó egy verses kötetben, de Petőc András új verseinek tartalma is közelít az ok és okozat megismerésének mindenek felettiségéhez, tekintve, hogy Bakonyi István beszélgető társként és irodalomtörténészként is közelebb hozta a Csóri Sándor Társaság estjén az olvasókat a Petőci dadogás megfejtéséhez. A dadokécsekű rendhagyó verses kötet cím, de lehet sejteni már, aki nem olvasta, annak is lehet sejteni, ami nyelvi bravúrokról van szó, nyelvi kísérletekről. Igen, néha megtörik a nyelv, ugye, de ugyanakkor ennek van egy emberi, mélységes emberi háttere is, hogy megidéz olyan embereket, akik már a életük vége felé nem tudják pontosan kifejezni magukat, és ez a sorsábrázolás, ez rendkívül fontos lényeg ennek a kötetnek, azt hiszem. A kötetről már számtalan tanulmány, recenzió jelent meg, és a szerzők, illetve a Szent István Művelődési Ház vendégei is minden bizonnyal egyetértettek abban, hogy a cím egyben utalás az emberi kommunikáció különböző nehézségeire, akadályaira vagy zavarosságaira, amelyek lehetnek érzelmi, nyelvi, személyes, társadalmi vagy kulturális jellegűek, bár a szerző egy másik megközelítésről is beszámolt az esten. Sokszor úgy érzi az ember, hogy itt együtt vagyunk, és félszavakból megértjük egymást. És én, amikor erre a félszavakból megértjük egymást, ami egyébként Ottli Gézának az mondata az Iskola határon című regényből, félszavakból megértjük egymást, akkor lehet, hogy képesek vagyunk úgy írni, hogy ezek a félszavak jöjjenek elő, és akkor ez a dadogás. Egy bizonyos a dadog verses kötet több, mint egy irodalmi alkotás, mert olyan mélységeket hordoz meg annyi gondolatsorával, amely egy ízig-vérig 21. századi sokrétű érzelemdús szempontrendszerre ajándékozza meg az olvasót.